Elérte végleges magasságát, ezért bokrétát helyeztek a Zalazón irodaépületére. A csaknem 750 millió forintos létesítményt várhatóan a nyár végén adják át. A járműipari tesztpálya egy időben biztosít helyszínt a hadi és járműipar gyártási, kutatási és tesztelési folyamatainak. Ezek zökkenőmentes működtetéséhez szükség van egy központra, ahol az ügyintézés mellett megbeszéléseket és bemutató programokat szervezhetnek. Ez egy olyan környezet, ahol ezek a vállalatok egymással is együttműködnek, ezért a kormány az innovációs ökoszisztéma a keretein belül létrehozta az ipari és innovációs parkoknak a rendszerét. Ahhoz, hogy egy ilyen terület jól működjön, szükség van erre az összetartó erőre, de hát ezt meg is kell jeleníteni valamilyen formában. Én nem vagyok híve annak, hogy nem az alaptevékenységhez, tehát nem a gyártáshoz, a kutatáshoz tartozó épületeket építsünk, de ezt az épületet azért építettük meg, hogy valami jelezze, hogy mi is ez az Zalazón Ipari Park Kft. Készülő épület a Zalazón Tudományos és Innovációs Park kapujában épül, egyben adja ennek a parknak a kapuját, adja azt az épületet, ahonnan az itt folyó fejlesztések előkészíthetők, újabb projektek megalapozása történhet ezen a helyen, az ide kapcsolódó rendezvényeknek, programoknak, eseményeknek is helyt tud adni. Víg László országgyűlési képviselő szerint ez a gazdasági környezet vonza a befektetőket, ezért továbbra is segíteni kívánja az ipari park bővítését. A tervek megvalósításához lehetőségei szerint a város is hozzájárul. Erről köszöntőjében Balaidh Zoltán polgármester beszélt, aki hozzátette. A megjelenésében védőbástyára emlékeztető épület látványos kapuja lesz a térségnek. Az elmúlt időszakban számos gazdaságfejlesztési beruházás valósult meg itt az Északi Ipari Parkban, a járműipari tesztpálya környékén, és most egy újabb irodaépülettel gazdagodunk, hiszen 749 millió forintos ráfordítással készül a Zalazón Ipari Park ZRT irodaépülete, amely reményeink szerint 2022. augusztusának végére el is készül. Víg László bejelentette, 45 milliárd forintos ráfordítással a Zalazón járműipari tesztpálya elkészült. A hivatalos átadót március 26-án szombaton tartják.